Sok lesz ez. Hatalmas érdeklődés övezi az időközi polgármester választás kampány hajráját Felcsúton. Az eurómilliárdos Mészáros Lőrinc lemondása után Mészáros László és névrokona Mészáros László versengenek az 1800 lelkes falu megüresedett polgármesteri székéért. Ne legyen itt semmi következő. Lesz csoportkép? A rendőrség nagyon sokat segít, mert mindig felvonul 4-5 rendőrautóval, és akkor nyilván a falusiak észreveszik a jelöltünket. Amúgy kaptunk híreket, hogy lehet még több Mészáros László is el fog itt indulni Felcsúton. Ilyen 4-5 közül lehet majd végül választani most vasárnap. Felcsút Mészáros Lászlót választ. Két Mészáros László közül lehet választani, egy fideszes jelölt közül, meg egy... Sebő Ferenc. Jó napot, Mészáros László. Hogy megy a kampány? Hát, ez a nyári kampányolás, ez nem az én műfajom. A Fidesz jelöltje, Mészáros László az elmúlt években alpolgármesterként dolgozott a település irányításában, és a megkezdett úton vezetni tovább Felcsútot. A másik induló, Mészáros László János neve nem olyan ismert a helyiek számára, mint Mészáros László Istváné. Ezért a kétfarkú kutyapárt független polgármester jelöltje intenzív kampányba kezdett, hogy legyőzhesse a másik Mészáros Lászlót. Kátyút foltoz, busz megállót épít. Hol állnak, valami szerződésben vannak önök? Akkor mi? Akkor mit csinálnak? Választási kampányban Felcsúton, ahol 12-ig ez egy kampányesemény. És ennek keretében építenek egy busz megállót ide? Igen. Ki engedélyezte önöket? Kampányeseményeket még bejelenteni sem kell. Igen. Önmagával plakátolja ki a villanypoznákat, és még kampánydala is van. Mészáros, Mészáros László, szeretném a községházba látni a pofán. De az erőfeszítések ellenére még a kétfarkú kutyák kampányigazgatója is hajlamos összecserélni Mészáros Lászlóékat. Annyira tipikus ilyen fideszes gangster kép, nem? Látszik, így ránézel és látszik rajta, hogy gangster. Gratulálok, jó a kalap. Azért sok sikert, minden jót! Nem is tudom, én azt hittem, hogy ő a kétfarkú kutyapártnak a kampányfőnöke. Igen, a kutyapárt kampányfőnöke, kicsit most zavos, hogy ő akart videózni vele. Úgy láttam, hogy éppen egy bevándorlóval egyeztet, gondolom a letelepedésről. Az összes felcsúti szerint a legfontosabb probléma, hogy a Ganymédeszről érkező űrhajók elfoglalják a felcsúti aréna vendégparkolóját, és emiatt a foci meccsről érkező drukkerek kénytelenek az út mentén parkolni, egysávosra szűkítve ezt a forgalmas főutat. Hogyha bővítjük a űrrepülőteret, akkor az autósok végre be tudnak állni a számukra kialakított parkolóhelyekre. Ugye hát a kutyapártnak nem csak a szegények fontosak, hanem a nagyon gazdag emberek szavazataira is számítunk. Próbáljuk a miniszterelnök urat is megszólítani a kampány anyagainkkal. Szerintem meggyőzzük. Itt van egy darázssal őrzik a házat jelenleg. Viszont nagy a biztonság. De a plakátunk még szerencsére itt maradt a ház mellett. Az, amit mindenki nagyboltnak nevez, körülbelül fele akkora, mint az a másik, amit mindenki kisboltnak nevez, és azt gondoljuk, hogy ezt a paradox helyzetet fel kell oldani, ez valahogy kiegyenlíti az univerzumban ezt a furcsa csomósodást. Mészáros László, nincs kétség a felül, miért kell szavaznunk rá. Hát tegnap elég nagy hibát követett el, ugye kértük, hogy csináljon pár kátyút a városba, hogy ezzel lejárassuk a mostani polgármestert, és meggyőzzük a lakosokat, hogy ránk érdemes szavazni. Aztán nem figyeltünk, és mire odaértünk, ugye hát az történt, hogy ő betömött kátyukat. Abban maradtunk, hogy ha már befoltoztam a kátyút a kutyafárt kátyúzó brigádjának a segítségével, akkor legalább ráfestünk egy kétfarkú kutya szimbólumot, hogy lássák, hogy ki csinálta. Mészáros, Mészáros László, szeretném a községházba látni a pofán.